Ebben a videóban az utolsó szófai csoporttal, a mondatszók csoportjával fogunk megismerkedni. A gyakorlati nyelvhasználatban nem gyakran fordul az elő, hogy mondatszókat kell a szófai rendszerbe beillesztened, de az általános iskolás hatodikos anyag minden szófaj besorolására kitér, ezért mi sem kerülhetjük el ezt a kérdést. A mondatszók. A mondatszókra három állítás igaz. Egyrészt az, hogy önállóan egyszavas mondatot is alkothatnak. Gyakran csak egy-egy mondatszó a közlés, leggyakrabban párbeszédben egyébként. Mindjárt mutatok erre példát. Aztán ezekre is igaz az, amit már a viszonyszóknál is megbeszéltük, hogy többnyire nem toldalékolhatók. És ezek a mondatszók azok, amelyek gyakran csak a beszédhelyzetben kapnak jelentést. Egyébként jelentéssel nem bíró szavak. Ezután az elméleti bevezető után nézzük meg, hogy milyen típusai is vannak a mondatszóknak. Az első csoportba tartoznak a kapcsolatteremtő szók. Ilyen kapcsolatteremtő szó például az, hogy szia, az, hogy hé, az, hogy viszlát. És így tovább. Amit az elején a gyakorlati nyelvhasználatról mondtam, ugye ezzel nem szoktunk találkozni, hogy állapítsd meg a szia szó szófaját. Azonban az már sokkal közelebb visz a mondatszók megértéséhez, hogyha azt abba belegondolsz, hogy állhatnak önállóan, egy szavas mondatot is alkothatnak. Aztán, amit mondtam, hogy általában párbeszédben szerepelnek, és a beszédhelyzetben kaphat jelentést, hiszen az, hogy hé, az ebben a helyzetben egy megszólítás. Nem különösebben udvarias természetesen. Második csoportba tartoznak az állathívogató és terelő szók. Ezekből is van jó néhány. Cic, cic, cic. Vagy azt mondom, hogy ugye, ahogyan a lovakat vagy az ökröket irányítják, Móricz a novelláiban gyakran leírja ezt, ahogyan a pásztorok irányítják az állataikat. Hát ezek az állathívogató és terelő szók. Minden nyelv kialakulásakor a nyelv önállósodásának egy nagyon fontos fejezete az, amikor az indulatszók létrejönnek a nyelvben. Ugye az indulatszók azok a szavaink, amelyek önkéntelenül jönnek létre. És itt ne a káromkodásokra gondolj, bár tagadhatatlanul azok is az indulatszók közé tartoznak, sokkal inkább a felkiáltásokra, az öntudatlan megszólalásokra, ezekre. Amit az elején mondtam, hogy a beszédhelyzetben kapnak jelentést, ugye ez a három betű, a P, az S és a T, ez önmagában nem nevezhető szónak, nem kap jelentést. Ha viszont így egybe kiolvasod, egy felkiáltó jellel leírva látod, akkor rögtön tudod, hogy itt csöndre intésről van szó. Nos, hát ezek voltak a mondatszók, a kapcsolatteremtő szók, az állathívogató és terelő szók, és az indulatszók. Ennek a videónak a következő részében nézzük meg azt, hogy a magyar nyelv szófai rendszere hogy is épül fel. Minden szófajjal megismerkedtünk most már, nem maradt más hátra, mint hogy ezt a tudásunkat összegezzük. Szeretném ezt egy képen keresztül megmutatni neked. Remélem, hogy látható a kivetítésben. Az a tapasztalatom, hogyha nem elvont táblázaton keresztül, hanem egy képen keresztül jegyezzük meg a magyar nyelv szófai rendszerét, akkor sokkal mélyebben rögzül a tudásunk. Mindjárt közelebbről is megmutatom ennek a képnek az egyes elemeit, de próbáld meg először a nagy vonalait meglátni. El kell, hogy mondjam, hogy ezt a képet nem én rajzoltam, hanem egy tanítványom, és azóta is neki köszönhetem, hogy ezen a képen keresztül tanítom a magyar nyelv szófai rendszerét. Ez a kép egy szigetet ábrázol, itt láthatod a szigetet, mellette egy horgászt. A szigeten van egy fa, és a horgász feje fölött süt a nap. A tengerben különböző állatok élnek. És egy táblára az van írva, hogy a szófajok. Na nézzük meg ennek a rajznak az egyes elemeit. Három nagy elemét láthatod ennek a rajznak. Az egyik nagy eleme a fa, a második nagy eleme a napocska, a harmadik nagy eleme pedig majd a tenger lesz. Ez a három nagy szófai csoportunk van.
Nézzük akkor a fa szófaji csoportját. Ugye láthatod, hogy itt a táblára az van írva, hogy alapszófajok. A fának négy nagy ága van, az egyik ága az ige, a másik ága a névszók, a harmadik ága az igenevek, és a negyedik ága a határozó szók. Ez azt jelenti, hogy az alapszófajokon belül négy nagy csoportunk van, az ige, a névszók, az igenevek és a határozó szók csoportja. Szeretném itt is elmondani azt, amit a videó készítése során folyamatosan hangsúlyoztam, hogy vannak más szófaji felosztások is, hogyha te magyar órán egy másik fajta felosztással találkoztál, akkor természetesen azt kövesd. A szófajok nagy csoportba sorolását ugyanis több szempont alapján, a nyelvészek egymásnak ellentmondó véleménye alapján állapítják meg. Általában ezt a szófaji felosztást fogadják el a legtöbben, több tankönyvben is ez szerepel, én ezért ezt követem. Tehát az alapszófajok. Az alapszófajok egyik ága az ige, és láthatod, hogy itt nincsenek alcsoportok. A második ága az alapszófajoknak a névszók. A névszók ágán négy levél van, a főnév, a melléknév, a számnév és a névmás levele. Ez azt jelenti, hogy az alapszófajokon belül a névszók csoportjába tartozik a főnév, a melléknév, a számnév és a névmás. A harmadik ága az alapszófajok fájának az igenevek, amin három kövér madár ül, a főnév igenév, a melléknév igenév és a határozói igenév madarai. Az alapszófajokon belüli negyedik csoport a határozó szók ága, amin három alma van, a hely, az idő és a mód határozó szó. Nézd meg még egyszer ezt a csoportot, tehát az alapszófajok csoportját, ez volt a legkiterjedtebb csoport, ugye erről nagyon hosszasan beszéltünk. Az alapszófajok közé tehát négy nagy csoport tartozik, és azon belül vannak kisebb csoportok, az igénél nincs. A rajz második nagy része ugye a napocska volt, a viszonyszók nagy szófai csoportja. A napocskának hat sugara van. A viszonyszóknak ugyanis hat csoportja van. A névelő, a névutó, az igekötő, a segédige, a kötőszó és a módosítószók. Ezeknek ugye nincsenek alcsoportjai, ezt a viszonyszókról szóló videóban megtanultuk. Nézzük tovább, és nézzük meg a harmadik nagy csoportunkat, a tenger csoportját, a mondatszókat. A mondatszókon belül ez a két hal éppen kapcsolatot teremt, a gömbhalak, kapcsolatteremtő szók, a cápához kapcsolódik az indulatszók, és a nagy kukac, amit a horgász éppen készül kifogni, az pedig az állathívogató és terelőszók. Jobban mondva nem kifogni, bocsánat, hanem ezzel csalogatja, ugye azért állathívogató, mert ezzel csalogatja oda az állatokat. Tehát a mondatszóknak a három kategóriája a kapcsolatteremtő szók, az indulatszók és az állathívogató és terelőszók. Azt remélem, hogy ezzel a rajzzal sokkal, de sokkal közelebb kerülnek hozzád a szófajok rendszerbe foglalva, sokkal könnyebben meg lehet jegyezni, mintha csak pusztán egy táblázat alapján ismerted volna meg őket.